embertársunk megáldása. Krisztus békéjét és Szűz Mária szeretetét kívánom neked. A mennyei Atya áldjon meg bőségesen. A Szentlélek világosítsa meg lelkedet az isteni bölcsességgel. Lobbantsa lángra szívedet az isteni szeretet tüzével, és enyhítse minden testi, lelki, szellemi szenvedésedet. Isten szent angyalai éjjel-nappal kísérjenek. Adja meg az Úr az erőt minden rossz elleni harchoz, körülötted és benned. A képességet és bölcsességet, hogy elfordulj minden tévedéstől és kísértéstől. Az elhatározást, hogy elhagy minden tévutat, és a bátorságot, hogy a gőgöt megtörd, meg gátol abban, hogy a jót cselekedd. Adja meg az Úr neked azt a kegyelmet, hogy mostantól a bűnt kerüld, és hogy életutadat a kegyelem állapotában folytasd. Adassék meg neked mindez ajándékként Szűz Mária, Jézus Krisztus édesanyjának, minden lélek segítőjének hatalmas közben járására. Amen. Örök mennyei Atya, tündöklő fény ragyogó mosolya, szentség és szeretet királya. Leborulva imádlak a Szent Háromság ölelésében áldott édesanyánkkal. Dicsőítelek a szent angyalokkal, magasztallak az üdvözült lelkekkel, himnuszengek a szeráfokkal. Tied vagyok, veled maradok, érted élek, neked szolgálok. Áldott legyen szent akaratod, most és mindörökké. Amen.